Köszönöm szépen, hogy időt szántok erre az interjúra. Köszönöm, hogy szívesen. Az első kérdés az lenne, hogy mióta érdeklődtök a színjátszás és a dráma iránt? Hogyan kerültetek vele kapcsolatba? Kezdjék Ábor a fiatalok. Hát egy pár éve már érdekel, meg a szórakoztatás a legfontosabb a világon. Azért fontosnak tartom ennek a szakmának a képzését, és ezért veszek részt. Akkor én még 2 évvel ezelőtt nyáron elmentem egy alternatív színház fesztivál a szüleimmel, és ott találkoztam a Benyóval, a Benyaminnal, és megkérdeztem, nagyon kedvet kaptam a színjátszáshoz, megkérdeztem, hogy játszik-e valahol, tud-e valamilyen színjátszó csoportot, és elmentem vele, és azóta 2 éve van, hogy így aktívabban színjátszom. Hát, nekem ez kisgyerekkoromban fogalmazódott meg így bennem igazából, hát nem első kézből, mert igazából én először is paleontológus szerettem volna lenni, de ezt most hagyjuk, és nem tudom, ez volt, hogy vagy paleontológus, vagy színész, mert én már másodéves koromban elkezdtem beszélni, és idéztem filmekből, meg mindent. Legjobban Mógus professzornak azt a jelenetét tudtam eljátszani, amikor beszaladom a teremben a Harry Potterbe, és azt kell, hogy troll lent a pincében. És akkor elálljulok, gondoltam szóval, igen. És általában ez engem mindig is érdekelt. Hát valószínűleg nem az belőlem színész, de azért csinálom ezt, mert nagyon szeretem. Szerintem fejleszti a személyiséget, a szókincset, és a fellépést és kapcsolatokat lehet építeni, és kulturális szemszögből is nagyon fontos szerintem, és van nagyon-nagyon sok pozitív eredménye. És szeretnétek továbbvinni ezt a színészi pályátokat, vagy ez marad olyan középiskolai hobbi inkább? Mindenképpen szeretnék részt venni benne az elkövetkezendő esztendőkben is, mivel későbbiekben is a médiában és a filmiparban szeretnék dolgozni, tehát mindig az életem részét képezni. Hát én nagyon szívesen lennék színész, csak tudom, hogy azért annyira nem vagyok jó, meg nincsen annyi tehetségem hozzá, de azért szerintem megpróbálom. Igen, akkor az tök jó, de ha nem, akkor nem szaporodok el, hiszen tudom, hogy nem nincsen rá annyi relevancia, vagy valóságosság. Váljon számomra úgy. Én általános iskolában is úgy volt, hogy a magyar tanárom szorgalmazta, hogy én menjek Szentesre a színművészetire, csak nem akartam elszakadni Szegedtől. Most is megvan még bennem az a kérdés, hogy akkor innen hova tovább, megpróbálom szerintem a színművészeti bestet, de ha nem sikerül, akkor nem sikerül. Elmegyek egy egyetemre, és akkor Szegeden a Szegedi Egyetem Színház, az SZSZ-ben szeretnék játszani. Hát aztán majd elválik. Én ezt csinálom. Ez abszolút nekem az örömet szerez, meg boldoggá tesz, most így állok hozzá, azt, hogy lesz valami, én annak örülök, ha nem, akkor is csinálok valamit. És hogyha nem profi szinten, akkor is jó, szerintem. És mi a véleményetek a mostani darabunkról, hogy éreztek vele kapcsolatban? Az alaptörténet nekem tetszik, nem kifejezetten erős szerintem, de a végén a forduló, ahogy volt az alaptörténet, az a végén a forduló pont a csavarral. Nekem az tetszett és érdeklődővé tett az egész iránt, hogy most, ahogy állok, hogy mi lesz belőle, ezt még nem tudom, de remélem, hogy egy jó dolog fog kisülni belőle. De ez mindenkinek az aktivitásra és a pozitív hozzáállására van szükség. Kábor? Hát nem sok darabban játszottam eddig, ezért nekem egyfajta újdonság, és próbálok minél jobban azonosulni a szereppel, és minél többet kihozni abban, amit csak tudok. És egy nagyon
Hát... jaj. Azt gondolom, hogy az alapkoncepció nem érdekes. Mindazonáltal egyszerű is, tehát egyszerű csinálni. Vagy nem azt mondom, nem, bocsánat, törés. Tehát nem egyszerű, nem azt mondom, hogy egyszerű meccsen, hanem érthető letisztult az egész. És éppen ez az, hogy nem lesz egyszerű megcsinálni, pont ezért mindenkitől magas szintű hozzáállás az elvárható. Szóval mindenkitől magas szintű hozzáállás az elvárható, és ezt komolyan kell venni. Most egyelőre én úgy látom, hogy sehogy nem állunk gyakorlatilag, de, és nem tudom, hogy ezt mikorra kell megcsinálnunk, de én úgy vagyok vele, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó darab lesz, mert oda tudjuk tenni magunkat. Annak ellenére, hogy most még nem tudjuk, hogy mi fog kisülni belőle, menjük szerint. Szerintem ez egy nagyon jó darab lesz, és én várom, kíváncsian várom, hogy mit fog hozzászólni közönség. Színjátszáson kívül van még valamilyen más tevékenységetek? Hát én, mint mondhattam, a médiában szeretnék tevékenykedni. Most is ebben a körben mozgok, tehát operatőri ismeretekkel és vágói ismeretekkel már rendelkezem, és a későbbiekben is ezzel szeretnék majd tovább haladni. Budapesten a filmművészetire szeretnék majd jelentkezni, de hogyha oda nem sikerül, akkor itt Szegeden a kommunikáció szakon vagy valami hasonló egyetemi szakon fogok tovább. Én trombitálok 8 éve, ennyi, amit hozzá tudok tenni az önmagamhoz és a különleges ismerettségeimhez, de nem tudom, úgyhogy vedd át a szót. Én nekem nagyon súlyra valaki, vízilabdázok a színház mellett, és nagyon-nagyon sokat olvasok, tehát én ezt nekem azért nagyon fontos, hogy én tudom, hogy két hetente egy könyvet elolvasok, mert nem, akkor nekem ilyen elvonási tüneteim vannak. Szóval én imádok olvasni, imádok drámára járni, meg viszonylagdázni is imádok, nagyjából ennyi. Gábor, milyen érzés, hogy rólad nevezték el a színházat, és nem róluk? Most fogalmam nincs, hogy miért róla nevezték, még a mai napig is. De Vadics Gábor, Garáj Színház. Igen. Non-profit Kft. Szervezet. De mindenképpen büszkeséggel tölt el, hogy valamilyen nevemet viseli. És mondhatom. És minket is büszkeséggel tölt el, hogy Vajdics Gábor személyesen a színházunk tagja. Ki az a színünk el? És az ő nevével a fémjelzett társadalatban tevékenykedhetünk ezzel. Hagytam valamit a világra. Ez biztos. A neve örök időkre fel fog maradni. Ez megmarad. Köszönjük. Én is köszönöm.